speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Ez a videósorozat a Világgá mentem címet kapta. Fogadjátok kellő nyitottsággal és szeretettel. Köszönöm. Szép, nézd már. Ez a kis házika. Hát igen. Nem az arra? Körülbelül így. Ne legyen ki a fűző, meg ilyesmi. Jó? Semmit se látok ki ezért. Hát élőben igen. Próbálom a hajam. Majd én kivágom. Persze, mostra vagy te. Itt az autó is, meg minden. Nem tudsz kis búztani. Kérdés. Ez mindig új. Ja. Ez a sorozat a Világgá mentem címet kapta. Fogadjátok! Ez a videósorozat a Világgá mentem címet kapta. Fogadjátok kellő nyitottsággal és szeretettel. Köszönöm. Jó. Hamperget semmi? Hamperget. Mánt nem jó, mert el van fordulva az egész.
to the city streets, we began to feel the fire. Sziasztok! Néhány hétre világgá mentem, de most újra hazajöttem, és mesélek nektek. Sziasztok! Én Tünde vagyok, ahogy azt már tudjátok. Muszáj levennem a szemüvegemet, mert beködösödik, aztán nem is látok sem, meg hogy is néz ki. Szóval nem divatból, meg azért, hogy szebb legyek, nem azért szoktam a szemüvegemet levenni, néha beszélgetések közben is, hanem azért, mert ahogy melegem van, akkor az beködösödik a szemüvegem, szóval beizzad, vagy mit csinál. Szóval hát sziasztok akkor megint, ez itt a világgá mentem, így készült a világgá mentem sorozatról készült verkfilm. Nem tudtam, hogy majd ez is el fog készülni, de mivel hogy nem töröltem ki azt az anyagot, amit rögzítettünk, amikor felvettük az intrót, és akkor volt egy ilyen ötletem, hogy akkor így a lezárásképpen megcsinálom ezt a videót is. Szóval, ezt még tavaly 2023. júliusában találtam ki, hogy én beszélgetéseket fogok készíteni olyan magyar származású emberekkel, akik külföldön élnek. Nem gondoltam én, hogy ilyen sok videó el fog készülni. Gondoltam, csak egy 5-6 embert megkérdezek, akik az ismerőseim itt a környező országokban élnek, hogy volna kedvük velem beszélgetni. Leírtam a kérdéseket, általában mindig ugyanazokat a kérdéseket tettem fel. Nem mindig, meg voltak ugye kivételek, amikor mondjuk festőkkel készítettem a beszélgetést. Mondjuk azt se terveztem. Csak úgy jött közben. És igen, és elvállalták, jó volt, aki nem akarta. Mondjuk ez nagyon-nagyon sajnálatos, hogy azért nem merték vállalni a beszélgetést, mert külföldön élnek, és nem akarták, hogy a családjuk meg az ismerőseik még jobban bántsák őket, mert így is sok bántást kapnak, és ez annyira elszomorít. Annyira elszomorító, hogy emberek azért nem mernek nyilatkozni, meg azért nem mernek beszélni a külföldi életükről, mert hogy bántják őket. Emberek, hagyjuk már ezt abba. Mindenki előtt ott a lehetőség. Mindenki mehet világgá, és akkor nem kell bántani azt, aki mert lépni, meg aki hozott egy nagyon-nagyon nehéz döntést, vagy hoztak nagyon-nagyon nehéz döntéseket, és tényleg világgá mentek. Na mindegy, hagyjuk, ez most másik téma. Csak ezt így eszembe jutott, hogy elmondjam. És akkor ez így kinőtte magát. Tényleg én nem gondoltam, csak arra az 5-6 ismerősre, nagyon sok fantasztikus embert, férfiakat, nőket ismertem meg, olyan anyákat, akik fantasztikus dolgokat visznek véghez. Nem, tényleg nem gondoltam, hogy ebből ilyen 13-4 részes videós sorozat lesz, mert most már kimerem jelenteni, hogy sorozat. Amikor én elkezdtem a videózást, akkor ugye az azért történt, mert ahogy beteg lettem, most már nem vagyok, hál' Istennek, és apropó, tegnap voltam 4 éves, tegnap volt 4 éve, hogy megvolt az őssejtranszplantáció, és hál' Istennek több mint 3 éve negatív vagyok, úgyhogy no leukémia már. De mivel ugye a tüdőm nagyon károsodott, és így nem tudok dolgozni, nekem szükségem van valamire, amit munkaként tudok csinálni. Ami egy olyan tevékenység, ahol ki tudom, nézd, van egy muslinca is, szuper. amiben ki tudom élni a kreatív energiáimat is, tudok egy kicsit fejlődni, tudok, tehát, hogy így tudjak alkotni. Na, hát most a hajamat is megalkothatnám, de... Jaj, gyerekek, valami jó fodrász kéne, de az enyém nyugdíjba ment, és azóta nagyon bajba vagyok. Na, mindegy. Szóval, kitaláltam ezt a videósorozatot, ahogy már említettem, és fel is vettük az 5-6 beszélgetést. Volt olyan is közte, aki lemondta, azt mondta, hogy dobjam ki a... Hát, mondjuk, rádolgoztam egy 20 órát a videóra, meg a férjem is még egy 2-3-at, és akkor így az egész, jó, mondom. Hú! Azért egy kicsit zenbe kellett magam állítani, de jól van, túl vagyunk rajta. És telt múlt az idő, és egyszer csak ez az egész így kinőtte magát, hogy így folyamatosan jöttek a jelentkezők, és folyamatosan így vettük fel a videókat, hetente 2-t, a 3 már sok volt, és aztán soha többet nem csináltam heti 3-at, csak 2-t, mert nekem ez nagyon sok előkészület, el se tudjátok hinni, hogy ez nekem milyen nehéz sokszor, meg hogy mennyi munka van, utómunka is mennyi van, meg előkészület is. Mindent, mire összeszerelek a technikát, összerakom a kis stúdiómat, mindent, mire elkészítek, és úgymond 2 kamerával veszük. Van a laptopom, ahol beszél, tehát ahol a
a beszélgető partner részét rögzítem egy programmal, és van nekem a kamerám, ahova most is beszélek, és utána ezt a két anyagot vágom össze, és ez nem olyan könnyű ám, meg hogyha valaki hibázik, mert nyilván mind hibázunk, én is, meg ők is, hát még a profik is hibáznak, nem, hogy mi, akik egyáltalán nem is értünk hozzá, csak így, ezt így szeretem csinálni, és akkor ez így lett, és akkor nem akarom azt, hogy valakit kellemetlen helyzetbe hozzak, akkor hogyha ő, vagy valami gondolkodás, és akkor vagy valami, akkor azt mindet kivágtam, és az nagyon aprólékos munka. Aki nem vágott még, az nem tudja, hogy ez mennyire bonyolult, és mennyire nehéz. Ha, de viszont nagyon szerettem csinálni. Igaz, hogy nagyon megterhelő a szememnek, és általában mindig úgy volt, hogy lebeszéltem előre, leszerveztem a beszélgetéseket, és igyekeztem, hogy hétvégére legyen mindig videó. És akkor jött a krak, amikor valaki lemondta, ugye, ahogy már említettem, és akkor azon a héten kiesett a videó, pedig egy jó kis videó volt, egy nagyon jó kis beszélgetés, de mégis azt mondta, hogy ez így nem mehet ki, amit nem értettem, mert hát mondjuk nem sötétben vettük fel, és na, mindegy, lépjünk túl rajta. Nagyon sok munkám van benne, tényleg, el se tudjátok képzelni, csak az, aki hasonlót csinál, de nagyon örülök neki, tényleg. Ahogy említettem már, először, amikor elkezdtem a videózást, akkor a betegségemről beszéltem, utána jöttek a kreatív videók, utána jöttek az utazós videók, vagy fordítva, már nem tudom, hogy a kreatív vagy az utazós videó volt előbb, de képzeljétek, van olyan kreatív videóm, amit több mint 30 ezeren megnézték, azért az már szám, azért az már jelentős, és azért arra egy kicsit büszke vagyok. És arra is büszke vagyok, hogy a fiaminak is tetszik az intro, mondták, hogy nagyon jó lett, és ez engem büszkeséggel és örömmel tölt el. A beszélgetéseknél, hát nem nagyon voltam mindegyiknél elégedett, de mindig az én hibáimat láttam, az, hogy vagy belógottak egy kábel, vagy nem tudom, valami hibát mindig találtam benne, amit, hát ugye én nem úgy látok, és nem vettem észre dolgokat, és akkor már, mert képzeljétek, olyan is volt, hogy elfelejtettem bekapcsolni a kamerát. Volt, hogy az enyémet, és volt olyan, hogy a laptopon elfelejtettem, vagyis, hogy nem elfelejtettem, hanem leállt a felvétel közben, és nem vettem észre. És annyira kellemetlen is volt, meg annyira bántott, hogy úristen, na, a ruhám is elcsúszott. Szóval, voltak nagyon-nagyon kemény helyzetek. Hát szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kalandos út volt ez. Olyan sok pozitív visszajelzést, meg dicséretet kaptam, hogy azért az egy kicsit örömmel töltött el, és többen mondták, hogy legyek büszke magamra is. Hát még ezt tanulnom kell, de igen, lehet, hogy egy kicsit büszke is vagyok magamra, azért, mert létrehoztam valamit. Ezt teljes mértékben én találtam ki. Az intrót közösen vettük fel a férjemmel, nyilván ő volt az operatőr, mert hát ott nehéz lett volna ott magamat kamerázni, meg a drónos felvételeket is ő készítette az ő drónjával nyilván. A helyszín az teljesen másik helyszínt gondoltam, még tavaly ősszel, hogy majd felvesszük, de aztán jött, tudjátok, a költözés, a házkeresés, meg minden is, ez elmaradt, teljesen háttérbe szorult, egy picit bántott is, mert általában, amit így eltervezek, azt meg szoktam valósítani, és ez nem sikerült. És akkor egyszerűen csak így beültünk a kocsiba, amint láttátok ennek a videónak az elején, csak így mentünk, vendégeltünk, és mikor megláttam azt a padot, meg a gyönyörű zöld mezőt, mondtam a férjemnek, stop, állj, itt ez lesz az. Hát minden esetre nagyon örülök, hogy létrejött. Én ezt még tavaly júliusban találtam ki, 2023-ban, és ugye, hogy mi is legyen a címe, hát a világgá mentem, hát az úgy pont jó. És akkor így minden szépen lassan felépítettem a kérdéseket, a ruhámat, azt is kitaláltam, hogy a pink esernyő, a pink bakancs, a pink mintás szoknyám, a rózsaszín telefonom, hogy minden mindennel passzoljon. Tehát még a stylist is én voltam, minden én voltam, a rendező, minden, a szerkesztő, a vágó, minden én voltam. Na, és gondoltam, hogy akkor méltó lezárásképpen felveszem még ezt az utolsó kis epilógust, és akkor elmondom nektek, hogy hogyan is készült a világgá mentem. Na, úgyhogy most jön egy kis nyári szünidő, és utána ősszel majd lehet, hogy visszatérünk. Hogyha van lehetőségetek, menjetek nyaralni, vagy lehet, hogy olyan szerencsések vagytok, hogy olyan helyen éltek, ahol állandóan nyaraltok. Mindegy. A lényeg az, hogy érezzétek jól magatokat, élvezitek a nyarat,
Én nem szeretem annyira a nyarat, megmondom őszintén, én ezzel a 20-21-22 fokkal bőven el vagyok. Köszönöm nektek, hogy itt voltatok velem mind a 10-valahány résznél, és hogy nagyon kedvesen fogadtátok, és azt is köszönöm, hogy hiányoljátok a heti vlogokat. Most vissza fognak térni a heti vlogok, nem hagylak benneteket videó nélkül így a nyári szünet alatt sem, mivel hogy én hűségesen vlogoltam egész áprilistól, úgyhogy most majd jönnek az életünkről, mert pontosan így írtátok, hogy hiányoznak az életünkről készült videók is. Szóval, drágáim, köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy itt voltatok, hogy nézitek a videóimat, hogy feliratkoztatok. Nagyon szeretném, ha már meglenne az 1000 feliratkozó, szóval dobjátok már össze, nem olyan sok hiányzik, már csak 17. Hát nem igaz, hogy már az a 17 ember nem tudja megnyomni azt a feliratkozást, meg a kis csengőt is, hogy bekapcsolja, hogy értesítést kapjon, hogyha új videót töltök fel. Na hajrá! Szóval, még egyszer köszönöm, és minden jót nektek, vigyázzatok magatokra, egyetek sok dinnyét, sok barackot, fürödjetek, használjatok fényvédőt, az a legfontosabb, és érezzétek jól magatok. Hogyha tetszett neked ez a videó, akkor kérlek, jutalmazd egy lájkkal, és hogyha van kedved, akkor iratkozzál fel. Sziasztok! Majd jövök, talán szeptemberben, nem tudom. Ciao.